Ez az a kép, amely 2007-ben a Szent Imre 1000 éve kiállításra Münchenből Székesfehérvárra érkezett. Székely Bertalan egy korábban még be nem mutatott festménye, amely meghitt bensőséges kapcsolatban ábrázolja Boldog Gizellát és a kisgyermek Szent Imre herceget. Akkor ez országos sajtóvisszhangot váltott ki hazánkban. Most 2011-ben pedig a családok éve alkalmából már Boldog Gizella erekjéje érkezik Bajorországból, Passauból Székesfehérvárra. Szent István halála után a pogánylázadások és trónviszályok sújtotta Magyarországot, Boldog Gizellának el kellett hagynia. A passzaui Niederburgi kolostorba vonult vissza, ahol mint apátnő 1060 körül halt meg. Közel 1000 év után Szent István városában, Erekélyében újra találkozik a magyar szent család. 1777-ben került vissza Székesfehérvárra Szent István fejerekéje, 1930-ban pedig fia Szent Imre herceg erekéje érkezett Aachenből Székesfehérvárra. Most 2011-ben Boldog Gizella erekéje Passau püspöke Wilhelm Schramm jóvoltából Székesfehérvárra kerül, és újra találkozhat a magyar szent család a királyok városában. Az erekje ünnepélyes átadására 2011. szeptember 4-én vasárnap 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor a Székesegyházban.